Megjelent az újabb adókönnyítésekről szóló gazdaságvédelmi akcióterv, melyek adókönnyítő intézkedései több mint 200 milliárd forintot hagynak a magyar családoknál, a vállalkozásoknál és a lakosságnál. A hiradó.hu beszámolója szerint a kormányrendelet nem csak azt rögzíti, hogy a tervezett adócsökkentések a válság ellenére folytatódnak, hanem számos olyan intézkedést, amely a koronavírus világjárvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások terheit még tovább csökkenti. Az idén július 1-től 15,5%-ra csökken a szociális hozzájárulási adó mértéke, amely fél év alatt 160 milliárd forintot hagy a vállalkozásoknál, és az álláshelyek megőrzésében is segíthet, írja a hírportál a pénzügyminisztérium keddi közleményére hivatkozva. A beszámoló szerint az Európai Unió legversenyképesebb adófajtája, a kisvállalati adó kulcsa 11%-ra csökken, ami mintegy 10 milliárd forintot hagy jövőre, közel 51 ezer vállalkozásnál. A kedden megjelent kormányrendelet az adócsökkentések mellett több lényeges adózást könnyítő intézkedés részletszabályait is tartalmazza. Könnyebbséget jelent mintegy 600 ezer cég és szervezet számára az is, hogy elegendő lesz a beszámolót kapcsolódó bevallásokat szeptember 30-áig elküldeni, és az adót is eddig az időpontig kell megfizetni. Egy másik intézkedés a közúti szállítók válláról vesz le jelentős terhet azzal, hogy az EKR bejelentéseik után nem kell kockázati biztosítékot fizetni, a korábban befizetett biztosítékot pedig visszakapják. A tárca kitért arra is, hogy az anyagi előnyök mellett egészségvédelmi szempontok miatt a kormány az online pénztárgépekre és az automatákra felülvizsgálati moratóriumot vezetett be. A koronavírus járvány miatt bajba jutottak újabb, speciális, ráadásul ingyenes fizetéskönnyítést vehetnek igénybe. Az újfajta kedvezmény kérelemre indul, amelyet a hatóság 15 napon belül bírál el. A kérelem mindenkinek, még a cégeknek is illetékmentes, és legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon nyújtható be. Az igénybevételhez elegendő, ha a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza, a 12 havi részletfizetés vagy a 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás mindegyik adófajtára kérhető és 5 millió forintos tartozásig vehető igénybe. Nem csak az adófizetés ütemezésében segít az új szabályozás, hanem a vállalkozások adócsökkentését is lehetővé teszi. A nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak elég a járvány alatt a nettó bér kigazdálkodniuk, kérelmük pozitív elbírálása esetén pedig akár 5 millió forinttal kevesebb adót kell megfizetniük a pénzügyminisztérium közleménye szerint. További adóintézkedések segítik a turisztikai ágazatot. A vendégeknek 2020. december 31-ig nem kell megfizetni az idegenforgalmi adót, és akár 1 millió munkavállalónak is nőhet a szép kártyára érkező juttatása. A munkavállalókat pedig az is segíti, hogy a fizetés nélküli szabadság ideje alatt is jogosultak maradnak az egészségügyi ellátásra, írja a hiradó.hu.